Srácok, ebben a videóban bemutatom, hogy én hogy készítem el a saját főzési kukoricámat horgászatra. Egyelőre kezdésnek átmostam jól a kukoricát, utána beleraktam egy lábosba, felengedtem vízzel és hagyom rotyogni. Ahogy elkezd a víz eltűnni, mindig adok hozzá, az akár egy 1-2 órás folyamat is lesz, majd mikor olyan állag lesz, hogy nyomásra szép megy a kukorica, de megtartja magát, én azt az állagot szeretem, hogy horogra még föl lehessen tűzni, és ennyi. A többit majd mondom, hogy készül. Most már elkezdett forni, úgyhogy figyelni kell, mert innentől kezdve azért veszi fel a vizet, és akkor fokozatosan öntök hozzá a vizet. Fokozatosan öntöm hozzá a vizet. Most már másfél órája főzöm, úgyhogy kezd alakulni. Szerintem az utolsó adag vizet öntöttem rá. Még főzni kell, de a vége fele a sót szoktam hozzáadni, mert nehogy aztán azért ne kelljen a halagnak, mert sótlan. Jó, elkevertem, most hagyom tovább rotyogni. Úgyhogy kész is vagyok. Egy jó másfél órát főztem, mire olyan lett, hogy kéznyomás akkor szétjön, de horogra még tűzhető. De horogra is fogom csalinak használni, beetetésre. Úgyhogy én így szoktam csinálni. Egy terve van, hogy kis üvegcsékbe rakok félre, és különböző aromákkal majd ízesíteni fogom. És azt majd a jövő titka, hogy melyik fog beválni, de majd a videómban látni fogjátok, hogy milyen aromát használok, és mennyire lesz kapós. De ha meg akarjátok csinálni, én ezt javaslom, van még az erjesztett változata, abban kefír, élesztő, és a kert leghátsó részébe elrakjátok, mert olyan buké lesz, hogy elviselhetetlen. A halakat szeretik, úgyhogy csak a szomszédok nem. Úgyhogy én így szoktam csinálni, 24 óráig áztatom vízben, utána leöntöm róla, és nem lesz az a kimondottan nagyon erős szúrószagú. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, TikTokon és Facebookon is fent vagyok. Sziasztok!